A takarmányozás során számtalan környezetszennyezési probléma merülhet föl. Ezek közül mutatunk be néhányat. A legelők hígtrágyával való öntözése során keletkező bűzanyagok szennyezik a légteret. Ez különösen kellemetlen azoknak, akik a szántóföld közelében lévő épületekben laknak. A legelőre öntözött hígtrágya a legelésző állatokra is káros. A karámok közelében lévő hígtrágyatárolók szintén károsító hatással lehetnek az állatokra. A vegyszeres növényvédelem során méreganyagokkal dolgoznak. Ezek igen komoly mérgezést okozhatnak, ha a zöld takarmánnyal együtt az állatok elé kerülnek. A túlzott mennyiségben és indokolatlanul, valamint nem megfelelő időben beadott gyógyszerek és antibiotikumok felhalmozódnak az állatok szervezetében. Ezektől az állatoktól származó termékek emberi fogyasztása alkalmatlanok. A műtrágyák, ha elbomlás nélkül kerülnek az állattakarmányába, szintén olyan anyagok, amelyek mérgezést okoznak. Külön környezetvédelmi probléma a legelők higiéniai állapota. Az elhullajtott, kint hagyott idegen tárgyak, a szemét, a legkülönbözőbb ártalmakat az állatok emésztőszervi megbetegedését okozhatják. A poros takarmány az emésztőszervi megbetegedéseken kívül a kiosztás során szennyezi a levegőt, és így légzőszervi megbetegedéseket okozhat embernek, állatnak egyaránt.
Az erjesztett takarmányok megfelelő elkészítése, tárolása és kitárolása igen fontos a takarmány minőségének megóvása szempontjából. A rothadt penészes vajsavasan erjedt szilás a vajsav és a penészgombák által termelt toxinok hatására gyomormérgezést okoz. A szálas takarmányt óvni kell a nedvességtől, mert könnyen befüllett penészedik, és károsító hatása a helytelenül erjesztett szilázséhoz hasonló. A túl száraz, töredező szálas takarmány szintén porzik, és légzőszervi betegségeket okozhat. A szennyezett, eredeti állagát és minőségét vesztett takarmányt az állat nem szívesen fogyasztja. Ha mégis megeszi, a szervezetébe került szennyező anyagoktól súlyos károsodás érheti. Talán még a takarmánynál is fontosabb a mindenkor tiszta, megfelelő hőmérsékletű és könnyen hozzáférhető ivóvíz. A szennyezett vízben szaporodnak ugyanis a leggyorsabban a különböző mikroorganizmusok, amelyek az emberek és állatok egészségét egyaránt veszélyeztetik. A takarmánytárolókban a megfelelő szellőztetés hiányában a szerves porok károsító hatása következtében légzőszervi megbetegedések léphetnek föl. A takarmánykiosztás során, mint bármelyik más munkafolyamatnál is, kerülni kell a zaj okozta stressz hatást, mivel ez is termelés csökkenéshez vezet. A traktorok és más gépek által okozott levegőszennyezés a szem kötőhártyáját is izgatja. Ezen kívül embernél is, állatnál is légzőszervi megbetegedések eredője lehet. Thank you.